május 8-a után nagyon sok olyan feladatban kipróbálhattuk magunkat, ami egy békeidőben, akár itthon ugye nem igazán gyakori feladat, viszont egy műveleti területen, misszióban nagyon hasznos lehet, ennek nagyon örültem. Rengeteg nemzet találkozik itt, rengeteg kultúrával, ez egy nagyon érdekes mix, és nagyon érdekes dolgokat lehet tanulni egymástól. Illetve az is egy nagyon érdekes dolog, hogy megtapasztalhatjuk azt, hogy ugyanarra a kihívásra a különböző nemzeteknek milyen különböző szakmai válaszuk van.